Nevember Mesiúr, Bácsán Lási vagyok, és örülök, hogy visszajöttem. Én vagyok a mai áldozati bárány. Elnézést kérek, ha néha megbotlok, mert 50 év után most tanulok megint magyarul beszélni. És nekem nagyon nehezenre esik, néha nekem meg kell állni és a szavakat keresni. Az agyam egy kicsit lassan forog már, mert van egy barátom, úgy hívják, hogy Alzheimer. És néha elrabolja azokat a szavakat, amiket keresek, és eldugja. Remélem, hogy nem bántja senkit, hogyha leülök, mert öreg vagyok. Na most ennyi, hogy akar valami kérdezni? Még mielőtt elkezdenénk az egész beszélgetést, én szeretném megkérni a polgármester urat egy pár szóval. Szólja hozzá a kedves vendégünkhöz. Köszönöm szépen. Egy kicsit ilyenkor mindig zavarban vagyok, mert gyakorlatilag itt a házigazda jogán szólok csak hozzá, tehát nagyon szigorúan kihangsúlyozom mindig, hogy a Bácsamáshoz kötődőek baráti körének az érdemeit ők a szervezők, nem szeretném csökkenteni, úgyhogy én egyetlen gondolatot villantanék is fel, és utána átadom a szót Attilának. Talán ilyen művei titkokat nem biztos, hogy szabadna elárulni, de én mondtam a képviselőknek, hogy ahol megnyilvánulnak és kisebb-nagyobb beszédet tartanak, a büszkeség szót azt, ha lehet, akkor minél többször fogalmazzák bele a mondataikban. Nagyon fontos a bácsamási közös identitás és a közös gondolkodásban az, hogy visszatérjen az a régi gondolatvilág, hogy büszkék vagyunk arra, hogy bácsamásiak vagyunk, és joggal lehetünk is büszkék. Ez a mai nap is ezt meg fogja erősíteni bennünk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép az érdeklődés, és köszönöm a szervezőknek, és átadom a szót Attilának. Köszönjük szépen a kedves szavakat. Én is mindenkit köszöntök, akik eljöttek erre a mai programunkra. Őszintén örülök, hogy ilyen sok érdeklődőnk van, és azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy ez egy olyan hasznos kezdeményezés, amely igenis érdekelheti a helyieket, a bácsamásiakat, hogy mi lett azokkal, akik valamikor valahogyan elszármaztak közülünk, és valahol másutt élték le az életüket, akár kényszerből, akár azért, mert valamiért a sors így alakította. És hát ebben a sorozatban hát nagyon, nagyon különös szeretettel köszöntöm a kedves vendégünket, Vermes József urat, aki rokonságával együtt tisztelte meg most Bácsalmás városát, és hogy szeretne beszámolni az életéről, szeretné elmondani a mi invitálásunkra azt, hogy milyen nagy utat tett meg az alatt a hosszú időszak alatt, ami idő óta elkerült Bácsalmásról, de szeretnénk majd őt a bácsalmási dolgairól is hallgatni, arról, hogy mikre emlékszik bácsalmási korából, mikor még Bácsalmáson élt. Amikre mi nem emlékezhetünk, akik itt ülök a teremben nagy részt, egy-két kivétellel, akik már akkor is hasonló élményekben részesülhettek, mint kedves vendégünk. És hát külön köszöntöm Németh Balázst, aki most már rendszeres vendégünké válik ezeken a fórumokon, és nagyon örülök, hogy időt tud szakítani ezekre a rendezvényekre, Balázs. Milyen programon vagyunk? Ez az Itt születtem, ez az ám, multidéző sorozat. Ez a idén tavasszal jött létre. Májusban tartottuk az elsőt. Polgár Ernő, Bácsalmásról elszármazott író, más néven egy csupit Ernő volt az ő eredeti neve, aki így emlékszik a névre. Ő is nagyon sok szeretettel köszöntöm köreinkbe, hiszen neki köszönhetjük, hogy van ez a gondolat, és hogy egyáltalán ez a dolog létrejött. Eddig bemutattuk ugye őt, aki író dramaturg, bemutattuk Rékkási József tanár urat,
és bemutattuk Orosz Zoltán harmonika művészt. És ez a mostani negyedik alkalom, amelyik hát megint egy új, teljesen új szakmát, a fizikusi szakmát próbálja, a fizikusból tudóssá lett embert, Vermes Józsefet próbálja itt most bemutatni a jelenlévőknek, és azt szeretnénk ezzel elérni, hogy mutassunk lehetőségeket, példákat, utakat az itt lévőknek is, és örülök, hogy vannak fiatalok is közöttünk, akiket lehet, hogy majd hasonlóan lehet majd egyszer köszönteni itt a szülőhelyen. Azt is szeretném most itt elmondani, bevezető úr is elnézést, hogy ilyen sok szót veszek el a kedves vendégünktől, hogy a jövőben szeretnénk majd helyben élő embereket is bemutatni, akik sokat tettek itt a településen, akár a településért, akár az országért, akár önmagában valami nagyot alkottak. A jövőben már ilyen rendezvényeket is szeretnénk majd tartani. És szeretném átadni a kezdeményező társaimnak az üdvözletét is, akik szintén üdvözlik önöket, akik eljöttek, nem tudott most mindenki eljönni, én is hoztam néhány budapesti taktársunkat és kedves kollégát, akikkel együtt szervezünk ezt a folyamatot. Ugye Ernőről már beszéltem, de itt van Nincsevics Klári, aki szintén most eljött Budapestről, Szentendréről, hogy velünk lehessen. És akkor én talán a legelején annyit mondanék még, mielőtt a szó teljesen Vermes Józsefé, persze úgy, hogy mi közben kérdezhetünk, és azt szeretném, hogyha ebből beszállna minden jelenlévő. Hátul is lehet egyébként hallani, amit mondok? Igen. Mert akkor van mikrofon is, ha kell, csak úgy gondoltam, hogy elég hangosan tudunk beszélni. Akkor mindenki kérdezhet, tehát én nagyon szeretném, hogyha besegítenének nekem, mert nem vagyok én azért ebben gyakorlottál, ebben a felállásban. Ha körbe jutott volna, könnyebb lett volna nekem is, de így ez a típusú előadásmód, ez nekem nem megy olyan jól. Tehát szemben a Vermes tanár úrral én nem voltam tanár sose, úgyhogy én nekem ez a gyakorlatomban nincs benne a praxisomban, de... Csak hangosabban kell beszélni. Igen, akkor még hangosabban beszéljen? Még hangosabban beszéljen? Igen. Azt szeretném elmondani, hogy hogy jött létre. Egyáltalán hogy tudtuk meg, hogy ő van? Azt szeretném elmondani, hogy egyik kedves bácsalmásról elszármazott, hívta fel a figyelmünket Vermes Józsefre, Antal Fiantal. Lehet, hogy ez a név mond sokaknak valamit, akik ismerték őt. Ő Kiskörösre származott el, és ő hívta fel a figyelmünket, hogy létezik egy Vermes József nevű ember, aki hazatelepült Amerikából, és hogy milyen érdekes és izgalmas élete volt, legalábbis amit ő olvasott róla, azok alapján, hogy ezt tapasztaltuk. Most majd kiderül, hogy tényleg az volt-e. Most mindenünk számára, mert most leleteződik a dolog, és már látom előre is fél kedves vendégünk. Úgyhogy én ezek után átadom sok szeretettel a szót neki, és én remélem, hogy a többi kérdés az már a jelenlévőktől fog elvonulni. Köszönöm a bemutatást. Elsősorban szeretnénk arra beszélni, hogy mire emlékszek a gyerekkoromból. Azért kértem meg, hogy hozzanak egy ilyen táblát, hogy tudjak is térképeket rajzolni a gyerekkori utazásaimról, mint 3-4 éves gyerek. Én valamikor visszatérek erre. Egész idő alatt, mint kint voltam Amerikában, azt nem tudom, hogy mennyien voltak már kint külföldön egy hosszabb ideig, de az embernek olyan honvágya lehet, hogy a szellemét teljesen elrontja, hogyha nem hall magyar szót, nem hall magyar zenét, nem tud magyar könyvet olvasni, mert hiányzik a hazája. És a lányom, ő ápol engemet most, mert én vese átültetett vagyok. Én hazajöttem Magyarországra, hogy itt halljak meg, itt a szülőföldemen. Nem akartam Amerikából eltemetve lenni, mert Amerika csak egy ország,
ahol üzleti és megélhetési lehetőség van, de az embernek a szíve sose fogadja be teljesen. Én nagyon sokra értékelem, hogy amit Amerika adott nekem, a lehetőségeket, de a szívem mindig bácsalmásom volt, és mindig is itt fog maradni. Nem olyan régen megkértem a bőmet, hogy hozzon el ide, hogy innentől tudjak vinni egy marék földet, amit majd beledobnak a síromba. Ez bácsal másik föld, ez a szülőföld. Sajnos nem találtam meg azt a helyet. Én egy kis tanyán születtem, és majd nem egy kérdés. Elkezdek kérdálni. Itt van a vasútállomás. Valamikor itt ezen az utcán le lehetett jönni, és akkor itt ment egy kis keskeny vasút, amin lovak húztak a csilléket, és vitték a termékeiket. És itt volt egy tanya. Ezt a tanyát kerestem, és nem találtam meg. Ezen a tanyán, és az érdekes, mert ezt a tanyát elhagytuk, mikor majdnem 4 éves voltam. Itt van egy épület, ahol a földmunkások laktak. Itt volt a főház, akinek a tulajdonosnak volt egy háza. Itt volt neki egy kis bekerített temetője. Ezen az oldalon itt volt egy ház, ahol a főgépész lakott. Mellette volt a gépház, ahol egy gőzgéppel hajtottak a kerekeket ebbe a malomba, ahol apukám volt a főmolnár. És mellette itt volt egy kis ház, ahol én születtem. Az első igazi emlékem erről a helyről onnan származik, hogy itt a ház mögött volt egy úgynevezett nyári konyha, akkor itt voltak a csirkék, a disznók, és itt egy kis kapu, és itt lent egy vályó volt, egy gémes kúttal, ami itt volt, ezen a sarkon volt, és a földmunkások hoztak egy bikát, két kötél a nagy karika az órában, és vezették ezt a bikát. Hát én ide leszaladtam, és ott állok is. Nézgettem ezt a bikát. És sose láttam ilyet. Szép állat. Nagy szemei vannak. És ő csak ott iszik. Én még itt állok előtte. Akkor anyám meglátott, és rászfiat szegénykére. És jó kikaptam. Azért emlékszek erre annyira. Na, de mindegy. Az volt érdekes, hogy itt, erről a kis tanyáról én elkezdtem óvodába járni, Kumbaján. Azt hiszem, hogy csak 2 vagy 3 hétig voltam ott. Mert a nővérem, aki 2 évvel idősebb volt nálam, neki kellett iskolában járni, és akkor be kellett nekünk költözni bácsalmásra. Itt a falu szélén valahol, a keleti oldalon, ott van egy nagy vörös malom. Gazdák malom. Igen. Apukám ott kapott munkát, és ott dolgozott, és mi pedig egy ház, ahol itt van ez a park, itt van a református templom, itt van egy utca, a kígyós a híd megy át itt rajta, itt van egy híd, és itt egy utca van. Itt a harmadik vagy negyedik ház tőlünk, itt volt egy uszoda, és ebben a házban laktunk, csak egy kis földes út volt, ami lejött ide a kígyóshoz,
És én át akartam venni anyukámat, mert akkor még víz volt benne, most már csak, csak fül van benne. Láttam. És az volt az érdekes, át akartam venni anyukámat, hogy engedjen le oda fürdeni. Találtam egy kis üveget, lementem, megtöltöm a vízzel, és hazaviszem. Láttad, anyukám, már milyen meleg ez a víz? Nem sikerült. De itt volt az első találkozásom a horgászással, és az első fogásom anyámnak kedvenc tojótyúkja volt. Kaptam kecabotot, ráteszem a kukacot, és dobálom, szép, átment a kerintésen, behol a csirkék vannak, jön ez a ilyen csirke, bekapja, és elkezd kiabálni. Nem tetszett neki. Én pedig csak etetni akartam. Na, most ennyit a tanyáról. És onnan jártunk valahogy így a park előtt, el kellett menni egy, ami most azt hiszem az általános iskola, ha jól emlékszem, ahol első osztályosként jártunk, mikor légiriadó volt, nekünk ki kellett szaladni hátul az udvarba, és a fal mellett, a fal mellé állni, hogy úgy nézzünk ki, mint egy kerítés, hogy a német bombázók ne bombázzanak bennünket. De mondom, ez nem tartott sokáig. Apám valahogy nem tudom, hogy milyen úton vagy módon elrendezte, hogy kimenjünk Németországba. És ott kint Németországban az első lakhelyünk az fönt volt észak-nyugati részen, a Westfalen, Münster, Aalen, abban a környékben, nem szóval Ruhrgebiettől. És így már akkor is már nagyon sokat tudtam már németül, mert anyám sokszor beszélt hozzám svábul, ami nem német, csak sváb. És így majd német majdnem a második anyanyelvem lett. Akkor még nem volt apámnak munkája, de ő kapott munkát Ausztriába, Hallein, közel Salzburghoz. Leköltöztünk oda, és ott töltöttem a fiatal koromnak a legszebb éveit. Ott síeltünk, hegyet másztunk, virágokat gyűjtöttünk. Olyan csontjaim vannak, mint a T-34-es tank. A jó, tiszta vaj, a sajtok, a tej. A szomszéd asszonynak volt egy tejhene, és minden nap, amikor elment ott a házunk előtt, én tudtam, hogy mikor jön. Nekem volt egy nagy bögrém, kinyitom az ajtót, csak a bögrét kidugom, ő teleönti tejjel, melegen a tehéngől. Behozom, és bevágom, kész. Legjobb. Nem akarom elhúzni ezt túl sokat. De csak arra akarom elhívni a figyelmüket, hogy az ember akárhova megy, mindig gyűjt össze élményeket. Lehet az Magyarország, lehet Németország, lehet Ausztria, lehet Amerika, bárhova. Élmények vannak. És ennek a legjobb, hogy mondjam, legjobb része az, hogy az ember emlékszik rájuk. És az agyában van egy kis emlékkönyv, hogy ez milyen jól esett, ez milyen jól esett. A rosszra alig emlékszik az ember. Mindig csak, hogy mi esett olyan jó. És ezért vagyok én fiatal. Előbb mondta nekem ott kint, hogy én nagyon fiatalnak nézek ki. Mindegy.
Háború után az oroszok Kelet-Németországba jöttünk, közel Lipcséhez, ami Leipzig. És az oroszok elhatározták, hogy nekünk vissza kell menni Magyarországra, mert nem törzs németek vagyunk. Lejöttünk, visszajöttünk Magyarországra, lementünk Bonyhádra, ott megint meg kellett tanulni egy kicsit magyarul, ami nehezemre esett. Befejeztem a 8 általános iskolát. Most erről az időszakról csak egy dolgot akarok elmondani. A Bonyhádi, ami most a gimnázium, abban volt, ott volt akkor az általános iskola, ott volt egy tanár, a neve Nikodémus. Ő gyűjtötte meg bennem azt a szikrát, hogy én tanulni fogok. Én fizikus leszek, mert én akartam tudni a fizikai világnak a mindenét. És ez a tudománynak az alapja, kíváncsiság. Ha nem vagy kíváncsi, semmi között a tudományra dolgozni. Ha tudós vagy, menjél a természettudományokba, és kíváncsi legyél. És ez az ember engemet nem csak általános iskolai fokon tanított fizikára és matematikára, hanem már gimnáziumi fokon. De csak én még csak 14-15 éves gyerek voltam. Alig tudtam magyarul írni, nem ismerem a magyar történelmet, de többet tudtam már a fizikáról és matematikáról, mint egy gimnazista. Sőt, ezt meg is fenyegetett, mikor nem csináltam meg amit feladott nekem. Hogy miért persze a házi feladatot. Én azt mondja, ki foglak rúgni innen, hogyha nem csinálod meg. Én mondom, ez nem jó. De mindegy. Befejeztem az iskolát, apukám feliratott Pécsen a villamos ipari főiskolára. És sajnos az úgy történt, hogy bevittek, átmentem a vizsgán, felvettek, de sajnos a családomnak nem volt elég pénz arra, hogy kifizessék a tandíjakat és a szállásomat, meg mindent. Tehát akkor nekem egy másik választást kellett csinálni, ami nem volt más, mint hogy elmenjek Nagymányokra, ami a szomszéd kis városka, vagy falu, vagy mi van, és Weyer iskolás legyek. Hát ott a Weyer iskolában is nem tudtam az agyamat korlátozni. Kitüntetett tanuló lettem, és jöttek, mikor is volt ez, 49-ben azt hiszem. 48-49-ben. Jött toborzók a hadseregtől, kerestek fiatal férfiakat a Kilián Akadémiára, hogy újra fel tudjuk építeni a magyar légierőt. És én elhatároztam, igen, hát miért ne, én inkább repülő leszek, mint egy kukac, aki a föld alatt turkál egész életében. Jelentkeztem, felvettek, megtanultattak repülni, 5 órát repültem a JAK-9-essel, az egy orosz típusú vadászgép. De akkor egyszer csak bejönnek az irodába és pakoljak össze, mert ki vagyok rúgva. Én nem vallottam meg neki, vallottam, senki se kérdezte, hogy én Németországban nőttem fel, mint gyerek. Kirúgtak onnan, átküldtek a gyalogsághoz, a pécsi Petőfi kaszárnyába. Ott voltam egy jó darab, és elküldtek egyszer
futárszolgálattal, hogy iratokat vigyek a kaszárnyától a városba, a kommandánsi hivatalhoz, ami az egész dél-nyugati résznek a katonai központja volt. Onnan irányították az összes katonaságot, hogy mennyi határőr, megy hova, milyen gyalogosokat Kecskemét körül, a tüzérséget a szerb határon valahol, és ilyesmit csinálni. De mindegy. És az ezredes megkérdezte tőlem, hogy én mit csinálok itt, mert én még nem vettem le a galéromról a propellereket a szárnyakkal, és a kék háttérrel, és nem zöld, mint a gyalogosoké. Hogy mit csinálok én itt repülősként? És elmondtam neki a történetet. Rögtön előléptetett szakaszvezetőnek, és leszek a titkárja. Csak elkövettem az életem legnagyobb hibáját. A gyerekkoromban mi felszoktunk járni egy barátommal a mecsekbe, és mi elképzeltük, hogy mi indiánok vagyunk, mert olvastunk könyveket, például Winnetou, milyen harisnya? Zsőharisnya, meg ezeket. És nekünk ez az életmód nagyon tetszett, az ember szabad, az ember azt csinál, amit akar, és élsz a földről, a föld adja a táplálékot mindenhol. És írtam neki egy levelet, hogy ide figyelj, tök fej, hogyha még mindig ezen gondolkozol, én most tudnám segíteni, mert nekem van annyi befolyásom itten, hogy meg tudjuk csinálni. Persze nem tudtam, hogy az AVH elolvassa a leveleimet. És ennek a következménye az lett, hogy egy kis kirándulás, ami három évig tartott a munkatáborokban, egy kis kisverés, eltörték az orromat, letörtek darabokat a gerincemről. Nem mindegy. Vége jött a forradalom, megismerkedtem a lányomnak az anyukájával, akibe beleszerettem. Nyelvtárosztuk, hogy lesz, ami lesz, mi összeházasodunk. De egy szép napon engemet négy fickó leordott mindenféle hazáruló disznónak, egy népellenes gazembernek, és ki fogják nyírni Magdét, az ő anyukáját, az én családomat, és mindenkit, hogyha nem takarodok el Bonyádról. És így kerültem ki Amerikába. Hát az én amerikai nyelvtudásom az nagyon kevés, az kevesebb, mint most a magyar nekem. Ha valaki kérdezett valamit tőlem, vagy igennel, vagy nem feleltem neki. Mit tudom én, mit kérdeznek. Ez az ő problémájuk, nem az enyém. És három hónapig nagyon sokat küzdöttem, amíg megtanultam eléggé angolul, hogy tisztességes állást tudjak szerezni. Ma addig egy üzemi konyhába, a fagyasztott ételeket készítenek, Stouffer's Frozen Food, hogyha valaki járt Amerikában, tudják előzni. Ott mosogattam a padlókat, a gépeket, meg a nagy edényeket, meg ilyesmi. És persze a munkatársaim, legtöbbnyire feketék, azok nagyon jó megtanultak folyékonyan káromkodni angolul. És ez volt a kezdete az én angol tudásomnak. Csak egyszer nagyon szerencsés lettem, egy idősebb házas pár állott az utca sarkon könyvvel, mert mindenhol vagy szótár, papír és ceruza jött velem,
Megáll egy autó és megkérdezik, hogy hova akarok menni. Azt hitték, hogy egy diák vagyok. Mert a nő, ő tanított angol irodalmat a Cleveland Egyetem. És kérdezik, hogy hova akarok menni, elvihetnek-e? Hát mondom, igen. És akkor kitalálták, hogy én egy menekült vagyok, magyar, és ők nagyon meg voltak hatva azzal, hogy a magyarok mit csináltak az oroszok ellen. Mert abban az időszakban ez még sokat jelentett. A mai, társadalmi gondolkozás Amerikában egész más. Azért mondom, hogyha valakinek az van az egy fejében, hogy kimegy Amerikába, és azt hiszi, hogy ugyanúgy olyan helyzettel fog találkozni, mint én, nagyon, nagyon fog csalódni. De mindegy. Ezek megkértek, hogy jöjjek el lakni velük, mert nekik van egy fiúk, aki Németországban szolgál a hadseregbe, és nekik hiányzik egy fiatal személy ott a házba. Elfogadtam, és a nő minden nap kínozott engemet, hogy neki hangosan ki kellett olvasni az újságot, szó szerint. Kiejtés, megmagyarázni, hogy minden szó mit jelentett. Más szóval én megtanultam angolul beszélni. És akkor a fia visszajött a Németországba, jó barátok lettünk, elmentem vele egy másik városba, egy Amsterdamba, hogy segítsek neki egy üzletet megindítani. És eljött velem, és beiratott engem a Youngstown State University, a Youngstowni Állami Egyetemre esti tanfolyamajára, ahol elkezdtem a tanulmányaimat. Ja, igen. És egy szép napon kapok egy telefonhívást. Ja, időközben megnősültem, mert már nagyon utáltam egyedül lenni. De még mindig a CIA-nak a ernyője alatt éltem. Ők valahogy próbáltak engemet megvédeni, mert ő szerintük engemet még a magyarok kerestek, még akkor az oroszok kerestek, a németek kerestek, és valahogy ő mondta nekem, hogy most megtaláltak, most tűnjél el. Tűnjél Youngstownból, mert itt $50 bárki kinyír tégedet. Ami való, mert a Youngstown az a teljesen mafiózó város. És hát én összepakoltam, és kimentem Kaliforniába, hát ott a tengeren, mert tovább nem tudtam menni. És egy egész új életet kezdtem, de most már fel voltam fegyverkezve egy kis nyelvtudással, egy kicsit öregebb voltam, az agyam lágya már benőtt akkoriban, és nekem egy családosról kellett gondoskodni. Akkor elhatároztam, hogy ha már itt vagyok, akkor már csinálok valamit magammal. Találtam munkahelyeket, egy jó darabig csirkeolókat tisztogattam, ahol csirkéket neveltek, etettem őket, oldogattam őket, még minden. És de időközben esti tanfolyamokra jártam a különböző főiskolákra. Na most ez egy érdekes dolog, amit Magyarországon nem lehet és nem tudják. Ott nem kell neked diploma, hogy elvégezted a gimnáziumot, vagy nem, hogy beletűzni egy főiskolára. Ha tudod azt a tanfolyamot megérteni, és tudod kezelni, be tudod fejezni, kapsz bizonyos számú pontot, amit később több ponttal összeszedve
föl tudsz használni, hogy egy kijelentsenek, hogy te egy, most egy elektrotechnikus vagy, vagy mérnök vagy, vagy mit tudom én, malmos, vagy valami. És én ezen átmentem évekig. Volt egy nagyon nagy szerencsém. Dolgoztam, mint egy minek hívják azt, Józsi? Nem, mint te csinálsz? Gépgyárban? Igen, gépgyárban. Gépvakatosként. És de időközben én a garázsomban ott csináltam, építettem rádiókat, adókat, vedőket, ilyesmit a saját ötletem szerint, hogy én, amit én képzelek el, hogy ennek így kellene lenni. Mert ahogy az egyik tanácsadóm az egyetemen mondta, én egy különleges állatfaj vagyok. Én nem a dobozon belül gondolkozok, mint mindenki más. Én mindig a dobozon kívül állok. Én egész másképp nézem meg az oktatást, egész másképp nézem meg a technikai fejlődéseket, mint amit az iskolában tanítanak. Majd erre meg visszatérek, hogy amit kitaláltam később, mint tanár. Nem akarom kivonni sokáig. Belenkeztem a HP-nál, akkor már volt egy technikusi diplomám, mert HP kapott egy feladatot, ami nagyon érdekes, hogy ez a vietnami háború előtt is alatt volt. A Bell helikopter gyár, azok a forgó szárnyak, azokat a szárnyakat nekik fel kellett darabolni egy láb hosszú darabokra, hogy bebizonyítják, hogy nincsenek üregek, mert azok lamináltak, azok több rétegben csinálják ezeket a szárnyakat. Ez nem egy darab, az vékony lemezek össze vannak ragasztva, hogy nincsen légüreg bennük, és van nekik egy bizonyos szabály, hogy ekkorak lehetnek, de ennél nagyobbak nem is, csak ennyi. Fölkérték a HP-nek az egyik tulajdonát, hogy jöjjenek fel valamilyen módszerrel, hogy ezeket meg lehessen vizsgálni, anélkül, hogy föl kelljen nekik darabolni, mert mindegyik darab $10,000. És ez nagyon sok pénz volt ugye a 60-as években. Azért már két házat tudtál venni. És ők elhatároznak, hogy ők a ultrahangot fogják használni. Csak az volt a probléma, mert ultrahang már létezik. Egy angol fizikus találta fel az ultrahangot, de neki egész más elképzelése volt, mint nekünk. Van egy generátor, ami hullámokat gerjeszt, az belemegy egy, úgy hívják ezt a részt, mint a transducer. De ebben csak egy ilyen nagy darab kvarc kristály volt. És ez adja le a hanghullámokat, és ugyanakkor visszaveredik is a idő, a különbség, az adja nekik a képet, de ez csak 1,35 kHz. Ez 1350 ciklus másodpercenként. És ez jó a tenger alatt járóknál, a hanghullámokat, ez nagyon messze mennek a vízbe, de erre a célra ezek nem voltak alkalmasak. Időközben
kitalálták, hogy én dolgozok, az én mérnöki diplomálom. És én, engem nagyon érdekel a fizika is. Csak azt mondja, you got it. Te kapod. Te leszel az a hír, aki egy új rendszert fogsz építeni. Most ebből a rendszerből az lett, hogy egy úgy hívják, egy analógus, egy hullámos szignál helyett a digital szignált használjuk. Ez csak pulzusok. És a kristály helyett a transducer, abban a fejben, amit a kezébe tartanak, abban egy különös anyag, mágneses réteg, és erre egy ultra vékony réteg van nő, arra növesztünk egy réteget. Ezek még nem használni, mert már megint lesz őket a... Kristályok. Igen, ez egy különleges Rochelle kristály fajta. De többféle Rochelle kristály van. És nekem ki kellett találni, hogy melyik a legjobb, és melyik a legjobb anyag, ami mögötte van. Ami elnyeli az összes mágneses részét, hogy mágnesség ne menjen át rajta. És így ezzel a rendszerrel fel tudtuk gyorsítani a pulzusokat 3,8 megahertzre. Amit máma még használják a 3,5 megahertzeset, de persze a mostani, ez a 60-as évek volt, ez a kőkorszak. Ezt az ötletet eladta, és ha mindenki csinálja, de nagyon sok pénzt kaptak érte. És ők elhatározták, hogy na jó, mivel én ott dolgozok, nekem fizetnek, én egy alkalmazott vagyok, nem lehet neked szabadalmat adni. De mivel te egy olyan hülye vagy, a dolgozó kívül gondolkozó, mi elküldünk az egyetemre, amit már úgyis sponsorolnak, ők már adnak nekik sok pénzt állandóan, akkor nekem egy ösztöndíjat, hogy szerezek magunknak egy doktorátust, és legyek egy tanár. HP-nak köszönhetem. Mindegy. És az a lényege, hogy minél magasabb a frekvencia, annál jobb a felbontás, de minél alacsonyabb, annál mélyebbre lehet vele hatolni. Például egy hasi ultrahangnál használják a 3,5-ös, 3,8-as, talán 4,2-es frekvencián. De hogyha akarják nézni valakinek a korona erejét, hogy mennyire van elmeszesedve, akkor a 8 is felett használják, és talán most már magasabb is. Én nem is gondolok már arra, az mondban a kőkorszak. Tartatok egy kis szünetet, nem? Igen. Egy kis vizetőt? Igen. Ha van valakinek kérdése, csak kiabálja. Ez. Az ember beleizzad az ilyesmit. Akar valaki valamit kérdezni, vagy megjegyzések? Valaki, hogyha gondolja, az eddigiekhez. Ha valami kérdőjel maradt valakiben. Annyira élvezzük egyébként a stílusát, az elvesztük. Van egy kész regény, vagy novellának nevezett, mert azért nem lesz legényterült, de rendkívül ez nagy élmény jelent, hiszen valamit tényleg hallgatni. Lássa, szerencsés, hogy magának nem kellett átélni ezt az élményt. Mert akkor nem úgy néz ki minden regény.
Hát az most jön. Van még további gondolat, vagy kérdés valakiben? Tessék! Hát nekem az a gondolatom, és ez jött nekem ebből az eddigi életútnak az meséléséből, hogy tulajdonképpen a folyamatos tanulás, a folyamatos továbbképzése az embernek, hogy milyen iskolai formában történik, vagy milyenben nem, a lényeg az, hogy történjen. Tehát, hogyha folyamatosan tényleg, ahogyan kikerült Amerikába, és nem tanul, és nem jár mindig valami főiskolára, egyetemre, akkor sosem kerül ebbe a helyzetbe. Ez az állandó tanulásnak a következménye. Van egy pár gondolatom a tanulással kapcsolatban, amit majd később meg szeretnék beszélni, de most ez rasszistaként hangzik, de ez a legnagyobb problémája Amerikának most a színes bőrű fajok emberekkel ott. Ők nem akarnak tanulni, ők nem akarnak dolgozni, és akkor panaszkodnak, hogy nem tudnak munkát kapni. Ugyanaz a probléma van Amerikában, ami itthon Magyarországon. Itthon mindenki politikus akar lenni. Van egy leszakadt népvétel, nem akar se tanulni, se dolgozni. És ennek egy jelentős része, egy része egész biztos. De, hölgyem, mondok valami? Parancsolj. Elmegy az iskolába. Ez a szerencsétlen tanár. Kezei meg vannak kötve. Neked ezt kell mondanom. Neked nem kell tanítani, neked csak a tényeket szabad fölhállalni. A gyerek mit kap? Semmi más, mint egy szatyor tele szerszámokat. A gyerekek szerszámokat kapnak. A tanulás akkor kezdődik, akkor Jancsi átugrik a szomszéd kerítésén, leküzdte a gravitációt, fölmászik a fára, és elkezd enni és Pista bácsinak a cseresznyéjét. Ő támpálja magát most, de jön a Pista bácsi egy jó nagy bottal, és ups, lehúzza onnan, és jól megvarja a fenekét, akkor megtanulja, hogy ide figyelj, ez másnak a tulajdona. Tehát politikai tanulás is van ebben. Ezt így kell meggondolni. Más szóval, megtanulta, hogy a tetteinek vannak következményei. Ez a tanulás. Akkor tanulsz. Nem az iskolában. Az iskolában csak azt tanulod meg, hogy milyen szerszámot kell használni, mikor. De az igazi tanulás azon kívül történik. Az élet tanítja az embereket. A másik, a szomszédtól tanulsz. Ha látod, hogy ott van egy szomszédod, annak van egy kis gyereke. Hogy azok mennyit küzdenek azzal, hogy életbe tudják tartani ezt a szerencsétlen kis gyereket. Hogy ez mennyire dolgozik, ez az ember elmegy reggel, elmegy ki, nyírja a füvet valaki másnak, este hazajön, elmegy mosogatni egy étterembe, hogy legyen egy kis extra pénzük, és hazahoz egy kis maradék kaját a családjának. Ez fontos. Ez ilyesmire kell koncentrálni, nem arra, hogy a könyvek mit mondanak. A könyvek nem mások, mint statisztikák, amit összelettek gyűjtve. És ezt minden tanárnak meg kellene tanulni. Sajnos ezt nagyon kevesen tudják. Bocsánat, hogy... További felvetés, kérdés valakinek? Akkor folytathatjuk, ugye? Itt, ahol az előbb abba hagytuk a HP-nál. Nagyon. Mikor megkaptam a mérnök diplomámat, elhatároztam, hogy ott hagyom HP-t, mert már az agyam már zúgott.
hogy nekem pihenni kell egy pár, pár hétig, pár jó darabig most. Szóval vettem egy 22 láb hosszú, jel magyarul. Ez mennyi lehet az? 7 méter mondjuk. Igen, 7 méteres csónakot. Newport Beach, az a, ott a gazdagoknak a játszótere. Azért rájöttem, és ott persze azt egész nap, és jól éreztem magam, etettem a halakat. Sose fogtam semmi. Egy szép nap, otthon ülök, és nem tudom, mit csináltam, de kopognak az ajtón. Egy ember megjelenik, hogy ő csak Friedhof a názától, hogy ő szeretne velem beszélni. Mondja, igen, és nekem van egy híd, amit eladok olcsón. És bebizonyította, hogy ő igazán a názáról volt, és ő elment HP-hoz, megkérte őket, hogy irányítsák őket egy olyan személy felé, aki ők tudnának használni a NASA-nál. És ők hozzám irányították őket. Hogy menjek el nekik dolgozni, mert nekik van egy nagy problémájuk. Hát nem tudom, hányan látták az Apollo 11-esnek a képeit a tévén. Nagyon csúnya, hangyás, ronda képek voltak. Semmi. A hang recsegős, ropogós, eltorzított. És ez mind azért volt, mert a Földnek vannak védő rétegei. És miért van a Földnek védő rétegei? Azért, mert a Nap az ellenség egy bizonyos fokig. De a Nap nélkül nem lenne élet a Földön. És egy kicsit eltérjek, sokan rettegnek a nukleáris elektromos üzemektől. Nap a legnagyobb nukleáris üzemeltető, ami van. Tehát miért féltek? Nem kell félni. Arra kell gondolni. Jó, ez a Csernóbil. Igen. Kőkorszaki technológia. A mai technológia, és ami 20 év múlva lesz technológia, az százszor biztonságosabb, és százszor jobb. De mindegy. Neki volt egy problémájuk, hogy nem tudtak áttörni ezen a rétegen. Ezt úgy hívják, hogy Van Allen Belt. Van Allen öv. Ha emlékeznek rá, hogy néha a híradókon, hogy amikor egy űrhajó jön vissza, például az űrsiklók, hogy van egy bizonyos szünet a beszélgetések köz, 5 és 7 perc között, attól függ, hogy ilyen gyorsan mennek, amik ezen a rétegen átjönnek, mert teljesen megnémít mindenféle kommunikációt. Mert azok a kommunikációk, azok a 800 és másfél gigahertz sávban vannak. Nekik kellett valami, ahol át lehetett törni ezen az NLM-belten állandóan, megbízhatóan és minimális erővel. Ők már próbálkoztak abban az időben, próbálkoztak mindenféle még orosz radárcsövekkel is, amit az oroszok csinálnak, a radárcsövek, azok nagyon jó erős radarszignált adnak, de nem elég magas frekvenciát tudnak állítani. Ahhoz, hogy át lehessen törni egy ilyen rétegen, nagyon magas frekvencia kell. Na most miért a magas frekvencia? Na most gondoljuk a frekvenciára úgy, hogy van egy kalapácsom. Van egy szög. Leteszem azt a szöget, és megütöm. 1, 2, 3, 4.
fél óráig, tehát még bemegy az összeg. Na, hogyha én most lesz, meggyorsítom. Az összeg rögtön belemegy. Más szóval a kifejtett energiát egy rövid idő alatt fogom kifejteni. És hiszik, vagy nem? 100 milliwatt energia kell ahhoz, hogy beszélni tudjunk a Holdra, és azok vissza. És ezt a technológiát én fejtettem ki neki. Egy olcsó, pár filléres diódával. Ők elegánsan akarták megoldani, hogy csinálnak egy oszcillátort, úgy, mint a rádióban van, minden rádióban van egy oszcillátor, ami gerjeszt frekvenciát. Én mondtam, tehát kire figyeljék emberkék? Gondolkozunk egy cseppet, megint, dolgozunk kívül. Itt van ez a dióda. Átküldök rajta bizonyos fokú áramot, lemérem, és látni fogom, hogy ez az áram, ez úgy néz ki, mint hogyha itten fű lenne alatta. Ebből ki lehet szűrni nagyon nagy frekvenciákat, mert minden pulzus, ami van, az egy összetétele az összes a létező frekvenciáknak. Sajnálom, most még átmentem a tanári módra. Bocsánat. Nem baj, érdekes. De ezt csak ki kellett szűrni a frekvenciát, amit akartunk. És az úgy csináltuk, mint a két fésűt így összerakni. Mint az ujjak. De sokkal több. És a másik, az, itt van, ez rosszul rajzoltam, hogy ez ide megy közéje, és hogy mennyire megy bele, mi a vastagsága ennek, és a rése kettő között, azt határozza meg a frekvenciája. Ezt úgy hívják, hogy a comb filter, vagyis fésű szűrő. És ez lett az a modern kommunikációnak a lehetősége, hogy már 14, 15, 16 már szép, tiszta képeket kaptak, szép, tiszta hangon beszéltünk. Hát akkor mit csinálnak egy ilyen agyamentelmi lény? Hát, ez be van fejezve, megcsináltad, odaadták ezt az egész rendszert Raytheon-nak, az egy másik rádiófrekvencia építő cég, és akkor ott van Collins, és ott van Fairchild, hát mindegyik kap egy kis részt belőle, mert a NASA az úgy működik, mert a NASA az nem egy cég egy helyen. NASA-nak van legalább 500 különböző helye, ahol dolgokat csinálnak a NASA-n. A központ az Houston. A rakétákat Cape Canaveral, Floridába lövik fel. Houston az Texasban van, ahol én dolgoztam, én Kaliforniában voltam. És vannak Tennessee-ben, vannak bár, majdnem minden államban van egy úgynevezett research center, egy kutatóközpont a NASA-nak, ahol az ilyesmiket csinálnak. És az ipar, ami ezekből a kitalált dolgokból megmarad, ipart lehetett teremteni ingyen. Csak pályázni kellett érte, és ezt odaadják neked az adatokat, itt van. Ez így működik, ez. Ha csinálj vele, amit akarsz, ha érünk közt belőle, gratulálunk, ha nem, eltemetünk, kész. És ez az érdekes NASA-nál.
Egy másik problémájuk volt, mert már a Saturn 5-ös az volt a legnagyobb rakétájuk, ahol 5 rakéta motor működik együtt, ami felemeli az egész cokmokot. Nekik volt egy, minden Saturnon volt 6 különböző számítógép, ami digitális adatokat adtak, de hogy irányítani lehessen a rakétákat, ahhoz egy analógus rendszer kellett. Ezeket a digitális jeleket át kellett változtatni mechanikai mozgásra, arányosan. Arányosan, például. Egy ilyen töltsér, ahol látják, hogy jönnek ki a gázok, mindegyiken van 4 ilyen herkentyű. Ami mozgatja ide-oda. És ahogy az a gázok jönnek kifelé, mindegy. De amit a gép, a számítógép mond, mondjuk itt van egy ilyen hosszú pulzus, itt van egy ilyen hosszú pulzus, itt van egy ilyen hosszú pulzus. Ezeket mind át kell alakítani, hogy ez mennyit mozogjon. Ez nagyon hosszú. Ennek hosszú kell mozdatni. Ez csak egy csöppet, csak egy picikét. Ez egy közepeset. Remélem értik, hogy mit akarok mondani. Na, erről volt szó. Ez lett megint az én, ezzel meg lettem áldva. És időközben a feleségem kezdett panaszkodni nekem, hogy miért van az, hogy bárhova megyek, a gyerekekkel elmegyünk tejet venni, vagy elmegyünk húst venni, vagy valamit, mindig valaki mögöttünk szaladgál. Ismerem már ezt a nem pasit, megláttam profányban, tudom, hogy minket követ. Elkezdtem figyelni, velem ugyanaz. Észrevettem, hogy állandóan követve vagyunk. És én begerjedtem, és azt mondtam, nekem elegem van ebből. Viszlát, és ott vettem őket. Ennyi volt názám. Van valakinek kérdése? Ez a sárkány, mit tudod, hogy ügyek le. Tessék kérdéseket föltenni, ha van valakinek kérdése. Ha nincs, akkor közbevetőleg kérdezném meg én, hogy ha jól érzékelem, akkor több mint 50 évig élt Amerikában. Igen. Mi viszi rá az embert arra, hogy 50 év után visszajön Magyarországon? Hazavár. Félelem tartott vissza, hogy 50 évig voltam kint. Hallod az újságokba, a hírekbe, hogy nincs már kommunizmus, rendszerváltás volt, de akkor elkezded analizálni, hogy mi történik valójában, és akkor rájössz, hogy várjunk, hogy itt nincs rendszerváltás, itt csak kormányváltás van. És én még mindig tartozok történetőbe. Nem szeretném őket. Nagyon kellemetlen lenne. Ja, félelemben marad az ember ott, de időközben úgy sóvárog egy jó cigány zene után, egy magyar nótát hallani. Az emlékeim erről piszkos kis tanyáról, rövje bikáról, mikor fölmászok a ház előtt, ott vannak ezek, úgy hívják,
zsidó cseresznyefa, vagy minek hívják? Zsidó megy. Igen, oda fölmászik, és ott legelek egész nap. Olyan szép emlékeim voltak gyerekként itthonról. Például ez a park, amit most magukat Kossuth Parknak hívnak, vagy valami. Nekünk azt mondták, hogy ez valamikor valami nemes embernek volt a park. Parkja. Mi átmászunk a kerítésen, és bemegyünk oda, és esszük azokat a vékony levelű hagymákat. Azt rácsáljuk ott. Csak azért, mert tiltott volt. Nem azért, mert szerettük. Nekem mesélte a sóstó élményeiről is. Ja, igen, nagyon nem egyszer kivittek oda a sóstóra. Ott az első életemben, amikor ilyen nagy vízbe tudtam lubickolni. Sekély volt a víz, hogy le tudtam érni a kis kezeimmel a fenékre, és elhúzgatom magamat, és kiabálok anyának, hogy látod, hogy amit tudok úszni. Ja. Ezek mind szép idők, és jöttek akkor a nagy nyúlvadászatok például. Egy csomó fegyveres ember összekerül, és minden földművest egy bottal összegyűjtenek, és kimennek velem együtt. Ez olyan 3-4 éves, egy ilyen nagy husánggal a nyúlokat kergetni, és ezek megölik őket, és akkor mindenki kap egy nyulat. Hány éves is volt, amikor elment bár csavással? Ha jól emlékszem, körülbelül 6 vagy 7. Tehát egész fiatal. Nem akkor sem voltam normális. Tessék, Adi. Én azt szeretném kérdezni, hogy nem tetszik a szervezni ezeket a sok-sok élményt valamilyen emlékiratba foglalni. Hát ha találnak egy írót, talán. Hát itt van már. Ő szerelmi regényeket ír. Ez is bele lehet. Az is mond. Nem, mikor hazajöttem, a Bonyhádi Televízió belebeszélt engemet abba, hogy csinálnak rólam egy úgynevezett arcképet. 5 CD-n, egy 5 órás beszélgetésről van szó, de akkor a magyarul még sokkal pocsikabb, mint most. Teljesen jó. Azt kellene akkor legépelni és megszerkeszteni. Annak a szövegét, amit akkor elmondott. Na, megvan. Megvan. Az is megvan. Akkor már megvan a könyv. Akkor megvan a könyv. De várj, azokon van, az csak csontváz. Ez még kevesebb csontváz, amit most adtam elő. Ki kell egészíteni? Vannak olyan kis részletek, amiről valójában nem akarok nyilvánosan beszélni. Nem azért, mert szégyellem, hanem talán valaki megbántok. Például a gyerekkorom, a Jungfolkba, a hitvejükben. Örömteljes gyerekkor volt. Nem az, amit az embereknek bemutatnak a tévén, hogy öldöklő gazemberek lesznek ezekből. Nem. Mi a Jungfolk voltunk, nem a Hitlerjugend, Jungfolk, a fiatalok, a 16 éven aluliak. Mi játszottunk. Mi megtanultunk fegyelmezni magunkat, ugyanúgy, mint a cserkészeknél. Sőt, cserkész is voltam, hogy mondjálom.
Ez az egyik. És amiket csináltunk, az elmegyünk úszni, elmegyünk a erdőbe vándorolni, megtanulunk, hogy kell éjszakázni az erdőbe, hogy kell egy tábortüzet rakni, meg ilyesmi. Ezek az élmények, ezek annyira élénkek és sokat jelentők. De nem akarom ezeket kihígítani a lényeget az ilyesmivel. De hogyha könyv lenne belőle, akkor lehet. Például az első repülése, a JAK-18-assal, amikor fölvisznek, rákötnek az emberre egy ejtőernyőt, fölmegyünk 4500 méterre, és megfordítja a gépet, egy kiesel. Ez az első és utolsó ejtőernyős ugrásod. Mert ezután már nem kapsz ejtőernyőt, amikor bejössz a JAK-9-be. Amin ülsz, az egy ejtőernyő forma, de semmi más nincs benne, csak lószőr. Teszem, hogy ott fejeztem be. Ott fejeztem be, igen. És akkor nem akarnám megszakítani, csak egy pár kérdést kérdésre költöttem. Ha lehet esetleg folytatnám el, de az át ott hagyta. Ugye? Ott hagytam, igen. És utána, az utána következő életében mi történt? Hát először is akkor már teljes időben, mert akkor már dolgoztam a doktorát és a PhD-n, de levelezéssel, és csak időnként tudtam az iratokat, amit kikutatás, amit könyvtárakban kutatok, összeírni egy disszertációt is beküldeni, és akkor azok jóvá hagyják, hogy nem, hogy elfogadják-e, vagy és kapok egy pontot érte. Akkor a teljes időmet rá tudtam szállni arra, hogy teljes időben dolgozok a doktorátusomon. És az volt nagyon nagy szerencsém nekem, hogy az egyetemi tanácsadóm, akit nekem kijeleztek, hogy ő lesz a tanácsadó, az Bill Shockley, a tranzisztornak a Nobel-díjas feltalálja. És ő beszélt rá engem, hogy hagyjam adasztat a hülye mérnöki elektromossági marhaságot, a nukleáris fizika sokkal érdekesebb, igazából. És abban doktoráltam, az én specialitásom, amiről a diszertáltam szólt, az sugárzás. Hogy milyen sugárzások léteznek, honnan jönnek, milyen hatással vannak az élő világra, és mi köze van a teremtési folyamathoz. Másszor ez egy komplikált téma, de amikor tanítottam Nevadába, persze Reno-ba tanítottam, de amikor készen voltak felrobbantani egy atombombát, akkor nekem le kellett menni oda Mercury, ahol a bombákat robbantottak, és méréseket tenni, és sample, mi az magyarul? Segítsen valaki. Sample. Mintákat szedni a élőlényről, a porba, a levegőben mennyi van, hogy milyen anyagok vannak benne, és milyen hatással lehetnek az élővilágra. És ez engemet elvitt, nem csak Nevadába, hanem átvitt Utahba, a mellette lévő államba, sőt egészen Coloradoig is. És akkor kitaláltuk, hogy Coloradoba a hegyek majdnem kizárólag uránium ércből állnak. Annyi sugárzás van, hogy ez borzalmas. Legalábbis egy embereknek azt mondják, hogy borzalmas, de semmi baja senkinek. Észre kell venni, hogy van sugárzás és van sugárzás. Van hogy mondják, elektromágneses sugárzás, és van, ahol részecskék sugároznak. A részecske az a nem jó, ami csak energiát ad le,
Az lehet, hogy egy kicsit kérdéses. Például cellfon. Mobiltelefon. Igen. Ezek a erkentjük. Ezek inkább veszélyesek, ugye? Már 15 éve magyarázom, hogy ide figyeljetek emberek. Ez nem lehet jó. Ide teszed a fület, ez minden nap 3 órát. És beszélsz a barátnőddel, beszélsz a barátoddal, megbeszéled a hónap reggelit, hogy mit fogsz enni. Időkörülhet, sugárzod ebbe a darab csontba, amivel a fejed van összeállítva. Ez a csontba van sok minden olyan anyag, ami megváltozik a elektromágneses sugárzásnak a jelenlétével. És lehet, hogy valamelyik nem csak itt egy nagy kúpod lesz. És most nemrég olvastam valahol, hogy valaki más is írt erről, hogy veszélyes lehet. Hát nem normális, hát akkor miért ne lenne veszélyes? De sokan azt nem veszik például figyelembe, hogy amit ma úgy hívjuk, hogy evolúció, az semmi más, mint a sugárzás, ami a naptól jön. Ez a radioaktív sugárzás. Annak köszönhetjük azt, hogy van élet a Földön. És hogy mondjuk itt van egy macska, szürke, másik egy piros, a harmadik fehér. Más szóval a változatossága a fajokon belül persze, az mind a sugárzásnak az eredménye. A DNS spirált csak egy neutrino, ami gyorsabb, mint a fény, elmozdít. Csak enyhén elmozdítja annak az embernek, vagy a lénynek a tulajdonságai megváltoznak egy bizonyos fokig. És akkor a szaporodással ez a változás egy kicsit erősebb lesz, vagy gyengébb lesz, vagy kihal. Attól függ, hogy mennyire van elmozdítva. Én most nem akarok belemenni a biológiába. Jó, de azt nem tudtuk eddig, hogy biológus is tetszik lenni. De ott hazudott, hogy én tudós vagyok. Jót hazudt? Ja, mi igazán nem. Én csak tanult vagyok. Nem, én nem vagyok okos ember. Csak tanult. Megtanulta, hogy felhúzotta a kerítést, akkor az nem biztos, hogy jól volt. Igen. És nem tudok leülni 2 napig. És akkor ezek a sikerek után, amik itt a HP-nál is és a NASA-nál is átérnek, és sok találmány, amiket érzékeltetett, meg több találmány után, mintha a tanítás felé jutta volna az élet során. Hát ez volt. Úgyhogy nem maradt a kísérletezésnél. Csináltam egy darabig, de akkor csődött be lett magam, mert a gerincem fölmondta a szolgálat. Majdnem másfél évig Tolószékbe ültem. Mert az AVL volt olyan kedves, hogy puska csővel, nem tussal, puska csővel letörtek darabot a gerincemről, és a messzesedés eltűnt belőle, és csak ez a ragasztószerű, jelly-szerű micsoda maradt meg, ami ráburkolódott az idegekre, ami a lábaimat mozgatta. Állandóan óriási fájdalomban voltam, nem tudtam mozgatni a lábaimat. Tehát akkor lelkileg is kezdtem szétesni. És ez a családomra egy nagyon... elfelejtettem. Na mindegy, el akartam hozni ezt a költeményt, amit írtam. Megy legközelebb. Megint ez? Nem. Szedjük addig össze földet több helyről, amely a régen ment a kis vasút, a lóvasút. Egy kacskóval. Ajándékot. Összeértett.
Mondtam, hogy szokasztok. Mindenki már ismer engem, akkor miért gyűlölnek? Ilyesmit kívánnak rá. Csak fizet. Igen. Csak rendetlen észre volt. Nem. És ez idő alatt, mikor sokat ültem a székembe, akkor az agyam igazán kezdett túlórázni. És sokat firkáltam. Egyszer hallottam a fiúk és a feleségem, van két fiam Amerikában. Ők beszélgetnek arról, hogy mit fognak velem csinálni, ha meghalok. Mert én mindig mondtam nekik, meséltem nekik a mecsekről, az erdőkről, hogy mennyire imádom a hegyeket. És ahol éltem, Észak-Kaliforniában, ott van a Sierra Nevada, azok a nagy hegyek. Hogy ők ott majd találnak egy sziklát valahol, és akkor az erőt, hogy alatta a borraimát oda majd elteszik. Aznap éjjel, mi van, 2 óra felé, 4 kéznál, mert nem tudtam felállni, beöntem. Volt egy kis irodám, és a számítógépen írtam egy verset, hogy ne keressetek a sírba. Persze angolul. Ha valaki tud angolul, az első, azért, the thunder you hear is my call to you. The lightning you see is the twinkle in my eye. Don't look for me in the grave, I won't be there. Mindegy. És mikor az egyetem felhívott, megint, én nem jelentkeztem az egyetemen. Az egyetem hívott fel engemet, hogy ők hallottak rólam, hogy én ilyen agyament vagyok, hogy nekik kell valamilyen speciális ember, aki ismeri a nukleáris fizikát, ismeri a félvezetőknek az összetételét, hogy vannak összetétele, hogy működnek, miért. Mert nekik nincs tanáruk a fizikában, akik ezzel tudnak foglalkozni. És azon kívül nekem nagyon sok tudásom van a rádió és televízióról, mert az is sugárzás. Sőt, majd elküldök egy képet a Hall of Fame, mi az, a hírességek csarnokába be vagyok avatva, van adtak egy ilyen darab márványos lopot. Nem lehet pénzre beváltani, semmi haszna belőle. És ők keresnek valaki ilyesmit, hogy elejönnék tanítani ottan. Hát én persze zsaroltam őket. Mondtam, csak akkor jövök el, hogyha kapok egy teljes professzori állást, ami azt jelenti, hogy én akkor megyek el, amikor akarok. Nekünk meg kell szabályos szerint órákat tartani, blablabla. Mert én folytatni akartam a kutatásaimat. Sőt, egész Nevada államnak van a különböző sugárzási utak, ezek mind le vannak térképezve. Azt én csináltam. És akkor meghívtak, hogy jöjjek el dolgozni. Egy darabig nagyon ideges voltam. Nem tudtam, mit csinálják, hát itt vagyok egy gyagyás mérnök valójában. És nekem most másokat kell butítani. És akkor fejlesztettem ki ezt a tanítási módszeremet, ahol én nem tanítok, nem tanítom a gyerekeket, adok nekik szerszámokat. Itt van. Akarod tudni, hogy ennek a sugárnak milyen erőssége van, hány dBm, vagy hány decibel a véső célján? Én nem fogom neked megmondani ezt a
egyenletet. Ott van a könyvtár, Isten azért teremtett könyvtárakat. De ki a könyvet is találd meg, neked kell megtanulni, tanulni. Évek után kapok telefonhívásokat, köszönjük tanárul, hogy ezt csinálta velünk. Megtanultam tanulni. Mondtam, kicsit ötjás vagyok. És mintha egy kicsit jobban jellemző lenne az amerikai oktatásra, egyáltalán az amerikai felfogásra, mint az európai. Nem tudom ezt... Attól függ, milyen szinten. Például az általános iskolákban, amit most az állam támogat, a közoktatás, azok a tanárok, akik a polgároknak a pénzéből élnek, az adópénzből élnek, azok szakszervezeteket szerveznek, de őket nem lehet akkor már kirúgni, akármilyen rosszat. Az Amerikában a felső oktatás részében vannak még jó tanárok, de alatta borzalom. Borzalom. Ezt mondtam az előbb, hogy Amerika nagyon-nagyon megváltozott. Amikor én kimentem az 50-es évekbe és a 60-as évekbe, akkor Amerikában még voltak emberek, akik tisztelték a hazájukat. Most már nem is van egy eskü, amit minden osztály előtt kell nekik elmondani. És abban az a szó, hogy Isten is van, és ez a politikai correctness, ez a... Nem tudom, hogy mondják magyarul, sajnálom. De ez egy... Nem lehet valakinek azt mondani, hogy itt egy gyás vagy. Nem. De szellemileg meg vagy sérülve. Igen, maraságok. Ugyanaz van, és fogyatékkal élők, hát valami szellemi fogyatékkal élők. Igen. De miért nem lehet nekik megmondani azt, hogy sajnálom, ez a te problémád. És ez nem ugyanaz, de hogyha... Más. Mennyi ideig dolgozott tanárként? 10. 10 évet. És akkor megelégeltem ezt a political correctness dolgokat. Mert már annyira elfajzolódott, hogy az ember nem is tud szabadon gondolkozni. Mert már a gondolkozás módján és a gondolkozásnak a eredményei már semmivé válnak. Nem említetted, hogy melyik egyetemet? Ja, a Nevada Állami Egyetem. Ez a tűt, ez a UNR, University of Nevada Reno. És valamikor az Amerikai Tudományos Akadémia tagja is lett, az mikor következő? Azt már... Mikor megkaptam a doktorát. És csak azért lettem egy tag, mert van nekik egy magazin. Mi az a magazin? Ez a... Nem tudom. Havonta jön ki. Havilap. Igen. Amiben mindenről, mindenki ír valamit benne. A biológiától kezdve a rovartos tanulmányokig, a csillagászatig, a fizikáig, a matematikáig,
mindig van benne egy érdekesség, és néhes vagy ilyesmi. Éhezek, kíváncsi vagyok. Átadnám a szót a kérdezőkben a többieknek, akik itt vannak. Szeretném, hogy a gyermekei hogy élték meg ezt a tudományos életet, és ezt az állami vándorlást, hogy a munkáját miatt, és a kihívások miatt így másnak kellett élni. Az egy a saját üzlete van, a másik, az ugyanaz a életmódot éli, mint én, barangol. De hogy gyerekkorukban? A gyerekkorban sem, hát ez neki élmény. Igen, nagy élmény volt. Másnak van egy kérdése? Megjegyzés, kérdés. Mondjad. Tessék. Hány évet töltött a NASA-nál? NASA-nál csak mennyi is. Körülbelül négyet. Szaporó melyiktől? 14-től 16-től. Tessék. Sikerült tartani magyarokkal a kapcsolatot kint, akár Magyarországgal, akár kinti magyarokkal. Voltak ilyen összejövetelek, hogy meg sikerült felvenni a kapcsolatot? Nem. És megmondom miért. Mikor még mindig a CIA-nak a ernyője alatt voltam, minden feketén tartottak engemet. Nekem nem volt szabad külfölddel kapcsolatot tartani, vagy senkivel, még a családommal se. És amit írtam, az csak személyes lehetett, csak egy pár szót. És így volt az, hogy szegény lányom teljesen kimaradt az életemből. 50 év után talált meg. De mindegy. Minden magyar nekem veszélyt jelentett. Minden. Sőt, hogyha európai ma veszélyt jelentett. Esélyt. Akkor a kint született, USA-ba született gyerekei nem is tudnak magyarul beszélni? Nem. Akkor teljesen megszakadt őnálok a magyar kötöttség, vagy kötődés, vagy identitásnak egyáltalán nyoma sincs. Dehogy nincs. Van? Nagyon szeretik a magyar kaját. Ez jártak már Magyarországon? Voltak itt? Az öregebbik, igen. A fiatalabbik még nem. Unokái vannak kéne? Van egy, igen. Fiúk, lányok? Egy fiú. A fiatalabbinak van egy fia, igen. És a felesége, aki Magyarországon vett feleségül, ő itt maradt Magyarországon? Nem, egy amerikai lány volt. Aki itt maradt Magyarországon. Aki itt maradt. Aki itt maradt. Magyarországon nem nősült meg? Annyi kérdezik. Nem. Nem. Ja, nem. Nem volt rá idő. Értem. Ha nincs most több kérdés, akkor még egyet felteszek. Lehet, hogy erre nehéz válaszolni, de azért hátra valami előjön belőle, hogy mennyire voltak meghatározóak a szülőföld emlékei a pályafutására. Hogy érzi most? Még nem is gondolkodott ebben. Ezzel még sosem gondolkoztam. Valójában a szülőföldnek az emlékei az emberben állandóan ott vannak. Ez nem valami, ami csak előbújik ilyenkor, vagy olyankor, vagy valamikor. Például a feleségem egy amerikai lány volt, nem tudott főzni. Próbált nekem lágytojást csinálni, és addig főztem, hogy lágy legyen. Jó. Nem működik. Ő még üzletét meg tudott volna égetni. De megtanítottam,
hogy bizonyos ételeket, magyar ételeket, például marrapörköltet, csirkepörkölt, akkor rakott krumpli, meg ez ilyen dolgokat, amit amerikaiaknak fogalmuk sincs, halvány gőzük sincs. A gyerekeim már sokszor elkezdtek kiabálni, már majdnem lázadók lettek, hogy mikor hagyjuk már abba ezt a cifra kajálást, és minél eszünk egy hamburgert. Az már azt akarod, akkor menj is vegyél magadnak egyet, mert én nem fogok ilyen moslékot a házba hozni. Másszor a magyarság az a családomnak volt egy része, de nem lett sose kifejezve mindaz. És most már öregebbek, ők most már 40 plusz évesek, és látják, hogy milyen különleges ételeket ettek, amit senki más után a barátai között nem is hallott róla, és milyen jó, hogy ők ismerik és tudják főzni, mert megtanítottuk neket. De az, hogy magyar vagyok, arra büszke vagyok, hogy magyar vagyok. Mert például ők annyira büszkék, hogy neki 250 éve már ott van Amerika. Mondom, igen, hát még gyerekek vagytok, még pelenkába kellene nektek járni. Magyarország meg van 1000 éve. Most már 1100. Hát igen, hát nem tudok számolni. Valami kérdések vannak-e? Nem szeretnék senki idejárni, de úgy látom, hogy élvezete hallgatja mindenki, még senki nem ment el. Viszont látom, hogy fárad a vendégünk is, hiszen elég sokat beszéltünk már a mai napon. De ennek ellenére nem szeretném senki tőle elvenni a szót, hanem szívesen lennék, hogyha van valakiben valami kérdés. Tényleg most mondja el, mert ez egy remek alkalom, hogy feltegye a kérdését. Én most is arra kérem, hogy tessék felét ejteni annak, hogy valamiképpen megmaradjon. Megmaradjanak ezek az élmények és ez az életút. És kimondottan ez a mélységes hadaszeretet, amit most hallottunk. És hogyha másért nem tetszik megtenni a fiatalokért. Mert mi már öregek vagyunk, de a fiataloknak ezt nagyon kellene tudni. Főleg ebbe a világban, amiben élünk. És nem csak Amerika változott, az egész világ változott. És ez a hazaszeretet, ami önből sugárzik, ezt meg kéne örökíteni valahogy, úgy gondolom. Ez egy nagyon nehéz dolog lesz, mert élményeket le lehet írni, érzéseket csak sejteni lehet. Lehet őket szavakba önteni. Hogy például a torkom összeszorul, erre gondolok, vagy a mellemfáj, vagy valami. Ezt művészileg le lehet írni, de magát, az élményt, azt nem lehet átélni. Egyszer van egy barátunk, akinek leírtam egyszer egy pár dolgot, és meg volt döbbenve, mikor erről írtam, hogy mikor az ember itthon van, idősebb, másképp látja már az életet, másképp látja a környezetét, és én azokat a szavakat használtam, hogy másképp esik az eső, másképp fúj a szél, más szaga van a virágoknak, mint mikor gyerekkoromban. De nekem az emlékeim megvannak. Én most csak újakat szerzek, mint idős ember. És ezek ugyanolyan édesek és ugyanolyan fontosak idősebb koromban, mint mikor azok voltak a gyerekkoromban. Azért mondtam, hogy annyira szerettem volna megtalálni ezt a tanyát, amit itt van nem messze bátyom mástól. És csak egy marék földet, hogy mikor elfordul ezek hamvasztok, csak dobják oda bele. És
ez az én hazám, ez az én szülőföldem, ezt a kenyeret ettem, ez a föld adta nekem azt a kenyeret, adta nekem azt az erőt, hogy amivel ezeket el tudtam érni. És ez nagyon fontos nekem. És mert ha már itt tartok, akkor nagyon szeretném megköszönni a polgármester úrnak és itt a nézőknek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedték, hogy elmondjam ezt maguknak. És köszönöm ezt a kis fát itt kint. Ahogy mondtam Attilának már az előbb, hogy kellene egy csomó kutyát, mert ez néha-néha meg kell locsolni. Szeretettel megköszönöm kedves vendégnek, hogy ebben az életkorban ilyen fantasztikus dinamizmussal, majdnem két óránál beszéltük nekünk az életéről. Azt hiszem, hogy bármelyikünknek a becsületére lenne sokkal fiatalabban is, hogy ennyi egyfajtában itt beszéljen ennyi ember előtt. Nagyon köszönöm a kedves szavakat, nagyon köszönöm az őszintességét, és különösen azt, hogy ilyen csodálatos módon fejezte be, és ez a hazaszeretet ennyire ásított. 54 év után is a szavaim és ilyen erős maradhatott ez, hogy visszahozta Magyarországra, és visszahozta az eredeti családjához, ami egy hatalmas dolog, hogy 50 év után találkozik a lányával először valaki. Azt hiszem, hogy gratulálni lehet, és azt hiszem, hogy ha egy mód van rá, akkor minden produkció nagyon fontos, és azt hiszem, hogy itt is nagyon fontos, hogy kifejezzük ezt olyan dologra, mint hogyha itt egy előadó művészt hallottunk volna, és azt hiszem, hogy egy tapsot megérne.